Csongikám, ez nem a te napod, hogy... Nem már! Marjál fel, hogy 4-1 gyorsan. Mint hogy nem menne elég lapom, mi? De fiam, az én gyűjtögető életmódon folytasz, hogy mi van? Ennyi pénzem lenne. Na. Mit kérsz? Cake. Nincs kékem. Ja, ebben biztos van kék, na. Persze, hogy van, jó, tessék. Na és akkor most figyelsz, varázsolok. Jó. Kimaradt. Kimaradt, Uno és... Nem már! Szervusz. Jó, egy visszavágó, de most. Nincs visszavágó, figyelj, nézd. Mert... Itt mutatja a papír. Már az előbb bekarikáztam az utolsó körnél, hogy vége. Most még egyszer behúzom magamnak, ezt hasonlíts már össze. Tehát jó, nyert. De van esélyem, nyomjuk már. Csongi. De nem. Nyomjuk. Nem. Menjünk, Léci, elég volt. Tényleg. Miért? Mert nagyon fáradt a nyom, és nekem már nézd meg, hülyére vertelek. Jó, oké, rendben. Ezek már rég alszanak. Pedig olyan jól el voltunk, én ezt most nem értem. Már rég alszanak. Persze, alszanak, hogy... Villanyt kapcsolod le. Szuper. Hát felébreztem. Nyertem! Haló? Valaki? Bence? Mennénk. Valaki kienged, Léci? Menjetek, engedjétek ki magatokat. A busz! Miről maradtál, a tesó? Halló! Oh, megjött a felhetősereg, szevasz! De ne hozd be a szágyba a chipset, haver! Neked ezt hoztam, pufulétet kapsz. Köszönöm szépen, haver. Kicsi fiú, gyere. De várjátok, már nem megyünk le, van normális kajáj. Léci, léci, léci! Haver, te mindig velem vagy. Biztos, hogy nem. Te se? Jó, a burgonya az űrbe is ezt teszik. Jaj, hagyjad már, menj már le, Léci. De, menj, ez jó. Mindegy, akkor lemegyek én, mert nekem kell valami normális kell. Léci, a mama pöttyös. Ne stresszelj, Bogyó, mindjárt köszönöm. Nem stresszelek, hát... Ezt is megjelentitek már. Bence, egy kávét azért hozd már nekem. Jó, kapsz kávét. Valami fánkot, valamilyen csokis vagy... De nem hozok neked fánkot, azt mondtad, jó a chips. De fánkot is hozhatnám. Te veled mi van amúgy? Semmi, hagyjatok már. Dominik, itt van egyébként egy csomó cuccod még nálunk. Azt a másik házban nem fogjuk elvinni. Jó, kibaszott, hogy akkor dobjátok ki, nem érdekel. Hát ne flegmázzál már, teljesen szép. Kint úgyis lomtanítás van, szóval. Ja. Könnyű lesz. Nem fogok fánkot hozni, mert azt mondtad, hogy elég a chips. Azért megyek le, hogy magamnak. Hozok kávét egyébként. Tesó, ezt a balfaszgatját én rángassam le rólad. Mert mi van vele? Mi ez a szett egyáltalán? De hagyjad már, ez egy sima farmer, ami egyébként rohadrága volt. De már csak hordom, hogyha ilyen drága volt. Nem azért mondom, de amúgy a bátyja is mondta, hogy az nem jó. De engem nem érdekel, mit mond a bátyja. Hallod? Bátyjának nincs ízlése. Bálint ismeri Lakatos Márkot. Hú, és mit kezdjek mindenkit vele? Mindenkit ismer, ez a top menedzser. Aztán... Nem mész el hozzá? Minek? Hát, hogy egy kicsit kielemezzen, segítsen öltözködni. Nem, menjünk el hozzá, hogy ti is lássátok, hogy ez így jó. És akkor a Márk majd megmondja. Jó, én lementem a boltba, neked nem hozok fánkot. Nem, kávé nem hozok kávét. Nem hozok fánkot, ott chipszezzetek. Csongikám, enyém az egész lakás, tessék. Ugyanis egyedül vagyok, elment Messi, enyém a lakás. Bocs, az előbb nagyon szerény voltam, az a helyzet, hogy az egész lakópark az enyém. Bocs, de nem fog lefeküdni, de attól még az enyém, úgyhogy... Cső, csináld utána. Dominik!
Ürdök! Még mindig? Már egy órája bent vagy. Ja, ürdök. Jaj, tudtam, hogy nem. Folyatod a vizet. Mi van veled? Becsukod, légy. Mi van veled? Semmi, Karolával nem úgy alakult a dolga, ahogy szerettem volna. És emiatt vagy ennyire elkenődve? Ki akármikor beleszeretek egy nőbe, egyszerűen egyik se úgy alakul, hogy én szeretném, érted? És ki belegem van már ebből. Ezért ne legyél azért ennyire szétcsúszva. Biztos, hogy lesz egy olyan csaj, aki tényleg jó. De érted, ő is énekel, én is próbálgatok, és egyszerűen teljesen azt mondom, hogy ez nem hosszon vagyunk. Jaj, de ez nem számít. Fogsz találni egy olyan lányt, aki tényleg hozzád való, és tényleg jó lesz. Jó, figyelj! Várj, telefonálok egyet, van egy ötletem. Na, azt teszem én neked. Szerintem, sziasztok! Sziasztok! Szerintem időbe jöttünk. Ah, ott van. Hello! Ne hülyék ki! Hello! Szia! Ciao! Hangos meg a sárba! Hello! Lakatos meg! Szia! Andrész! Lakatos meg! Ide mit csináltok vasárnap délelőtti? Nincs jobb dolgunk. Figyelj ide, az van, hogy ahhoz, hogy ezt a nadrágot hordjad, ahhoz azért így teljesen át kéne variálnod a stílusodat. Tehát ez egy olyan elvetemült darab, hogy lehetne ebből csodát csinálni, de hát azt én nem tudom, hogy mit szólna hozzá a követőtáborod, hogyha egyszer csak így a 180 fokba kifordulva a sarkadból valami elvetemült ilyen stílus ikonná válnál. Sem, olyan soha nincs, hogy velem van a baj. Olyan baj, nem találtad meg azokat a darabokat, amik mondjuk hozzád passzolnak. Hát ez egy teljesen klasszik, ebben mehetnél a bobba, csajszerdára, bárhova. Évzáró. Hát abszolút. De szerintem jó, látod? Figyelj, általában ez a klasszikus elegancia, vagy mert akkor viszont tényleg nem értem, hogy ez miért, ez mit keres jó, rajtad ez a nasi. Ez egy zakóval. De mit, csukott szemmel vetted? Nem tudom. De Bálint se szólt rám. Hát mert utólag szeretnél. Hát igen. De hagylak kibontakozni a saját stílusodat. Figyelj, ezt látom, hogy igen, tehát látom, hogy azért ilyen alap basic cuccokat hordasz, amivel nem nagyon lehet tévedni. Tehát a fekete ing, a fehér ing, hozzá szűk stretch farmer. Egyébként, igen. Látod, ez a terep mintával. Na, az például egy érdekes párosítás, tehát a különféle minták keverése. Az meg, jó. Hát de, az nagyon jó, csak ahhoz mondjuk biztos érzékkel kell a dolgokat. Figyelj, mi a kérdés? Az a kérdés, hogy mentsük meg ezt a nadrágot, vagy ettől a nadrágtól megszabadulsz, és nem, ti abszolút ellene vagytok. Kis benzin, gyufa. Komolyan? Hát azért. Tényleg megsemmisítenél egy ruhadarabot? A mai világban, amikor sok százmillió embernek nincs ruhája. Ugye a New York fashionük az egyik legdurább fashion. Nézzek, ott például ilyen orgonalila nerdbundába is simán elmegy egy pasi egy divat bemutatóra. Ez például az egyik legdurább transzexuális modell. És ezt gondoltad a Bencének, hogy ilyen... Hát figyelj, én azt gondoltam a Bencének, hogy én hoztam egy-két vadabb darabot, mert az, ugye, ez is egy vad darabnak számít, ami rajtad igen. Van. Ezek a lépcsők egyébként még mindig nem vagyok kivékülve. Jó, gyere, haladjunk. Annyit mondjál már el, légy szíves, hogy hova az Istenbe hoztál. Oda, nézd, oda megyünk, gyere. Oda fel, gyere már. De minek? Mi van ott? Majd meglátod, ha elindulnál. Jó, most már eddig elrengette legalább, azt mondja, hogy hova jöttünk. Jósnőhöz, megyünk Jósnőhöz. Akkor gyere. Mehetünk is innen. De nem már, mert nem érsz rá? Nekem is vannak kételjeim, de az egyik barátnőmnek megmondta, hogy szőke, magas, francia csávója lesz. Uh-huh, te nem vagy kíváncsi, hogy dehogy milyen nem. Csajod lesz? Lesz-e csajod, azt mikor lesz csajod? Azt a végén meg nekem is egy francia csávót jósol meg. Szafárnyomra. Foglaljanak helyet. Biztos tudta, hogy jövök, gondolom. Mint mindent. Gyere, Dominik, ülj már le. Körülnézek. Ez ilyen minden megmondó tükör? Vagy hát. Egy évvel később látom magam benne? Bátran foglaljon helyet. Én bátor vagyok. Nem úgy tűnik. Csak nem tudom, hogy bekapcsolva hagytam otthon a sütőt. Ezt meg lehet mondani? Na kérem, akkor a 2019-es tavaszi nyári kollekcióját látjátok. Bence! Ennyi! Oda néz! Oda néz! Oda néz! Várjál, nem ért véget? Fú, és lenne itt ez a végpóz, ezt kell tapsolni. De figyelj, egyébként tök jó. Amúgy csak ezt a gatyát tényleg? Tudom, nem tesszük tűzre mostanában már, de olyan. De most felfele nézzetek egyébként, képzeljétek el, hogy ez a ruhadarab, a Jackie, ez az én egyik kedvenc Jackie.
Mivel webben vagyunk, nyugodtan kimondhatjuk, hogy Givenchy. Igen. Ezt a mi is barátomra adtam rá, az RTL Klubba, aki tudom, hogy mostanában rohadtul ki van kezdve. És viszont azt én nagyon becsülöm benne, hogy bocsánatot tudod kérni. Na. Jó gyerek. Úgyhogy ez viszont egy style statement, és ami nagyon fontos, ugye a rózsaszín az egyébként neki is nagy kedvence. A rózsaszín fekete az megy, tehát még egy ilyen szargatyával is jól néz ki. Viszont, ami a legfontosabb benne, az, hogy képzeljétek el, hogy ezt a pulóvert, ezt egy gimnáziumi osztály csinálta, és az a trükkje, hát, hogy... Brodapest rajongó. Igen, egyébként biztos, hogy Brodapest rajongó, de lényeg az, hogy van benne egy felfújható párna. Ezt itt azért csinálták nekem, hogy amikor utazok a New York Fashion Weekre, akkor ezt felfújod, és akkor így hátrahajolsz a repülőgépülésed, és azon tudsz aludni. Úgyhogy ez nem csak jó, meg menő, hanem hasznos is. Átülsz valahol, mert kicsit a csímbe belemásztál most is. Nem, Dominik. Rosszul érzem magam. Itt jó helyen vagyok, megfelel? Persze. Jól van, elég. Ismered a tarókártyát? Találkoztál már vele? Nem. Nem? Akkor most megmutatok neked egy olyan tarókártyát, amit ebben az országban még kevesen használnak, mert ez a saját tarókártyám, a saját fejlesztése. Ja, hogy emeljek le? Mhm. Jó. Jó. Az uralkodó lapot pedig azért emeltem ki belőle, mert az fog téged szimbolizálni, és köréd rakom ki ezeket a lapokat. Ez egy király? Nem, ez egy uralkodó. Hát nézd, éppen nevezhetjük akkor királynak is. Ja, csak mert hogy ugye engem ábrázol, azt nem gondolom. No, alapvetően azt gondolom, mert ugye az volt Rebekának a fő kérdése, hogy miért nincs olyan kapcsolatod, amiben jól tudod érezni magadat. Tudod, hogy a tarónak az a felső hat lapja így egymás mellett, az azért egy kifacsart világnézetet takar. Tehát van egy elképzelésed a világról, a szerelemről, meg nyilván sok minden másról, de az teljes mértékben kimerem jelenteni, hogy nagyon messze van ez a valóságtól. Más irányba is el kellene indulni, más irányba is meg kellene próbálnod valamilyen formában többnek lenni, okosabbnak lenni, és egyébként nem utolsó sorban mondjuk nem bánnám azt, hogyha egy kicsit nekiállnál tanulni. Tehát akkor most itt nincsenek ilyen konkrét dolgok, mondjuk, hogy miért nem jött össze valamelyik lányom, mondjuk Karolával, vagy ilyesmi? Értem lehet megmondani? De azt mondom neked, hogy azért nem jött össze Karolával, mert nem jól álltál hozzá, mert kizárólag a saját érdekeidet nézted abban a kapcsolatban. Figyeljed! Enyém a mozi! Csongi, már megint nézd meg, megint ezt a kihívást. Ez mi? Van egy kihívásunk, és megint videót küldött róla, nem hiszem, ez nem normális. De miért erőlteti ezt? Én sem tudom. Ilyen hülyesége, vagy nem tudom mi ez. Hát mondjuk azért a ruháival neki is lehetne mit kezdeni, nem? Na jó, ezt most hagyjuk. Na jó, hagyjuk ezt az egészet. Bence, meg oda nézzetek. Hoppá! Aha. Új stílus? Egy új Dezső Bence? Egy brand new Dezső Bence. Ez jó. Tetszik? Nekem azért még szokni kell. De azt nem te adtad. Na, te csak a nyakkal. Ez mi? Te csak a nyakadba. Ennyi. Hát, megvettük? Dezső Bence for president. Figyelj, vagy az ötkedbe mehetsz el, vagy az ecseri piacra. Igen, ez a kettő. Bence. Szerintem ennyi. Igen, szerintem Bence, kész vagy ma esti. Hallod, ez olyan, mint a Tini Ninja teknőcöknek a izéje. Ugye? Igen. Már na, így azért a New York Fashion Week-en is megállnád a helyen. Igen? Aha. Megvettük, Bálint? Nagyot kell álmodni, apukám. Igen. Már köszi. Köszönjük. Nézed az Instagramomat, Márkó Lakatos, ott az összes ilyen újításról beszámolok majd. Ne, hogy véletlen. Ennyi? Kicsit. A stílus diktátor. Szép, ez jó. Egyébként az igazi menőség ez, hogy nézzek egy teljesen egyszerű fekete szett és egy nagyon gyilkos cipő, de mondjuk még ennyi. Lehet ezt fogadni a jesóka, mert ezt Miami-ból hoztam. Ez cicák. Kis cicák vannak rányomva. Köszönöm. Hát ez igen. Figyelj, így már a Budapest Fashion Week-re is jön. Aha. Igen? Köszönöm tényleg, hát elég meredek nekem még szokni kell, de egyet megígértek a nadrágnak mennie kell, azt már beláttam. Menjen a nadrág! Hát jó, szép. Hogy egyébként, hogyha megint emelnék, akkor ugyanezek jönnének ki, vagy olyankor más? Nem, minden bizonnyal nem ugyanezek jönnének ki. Tehát akkor mindig más lenne a jövőn, vagy ez hogy működik? Nyilván ezt a nagy kirakást, ezt csak egyszer csináljuk meg egy találkozás során. Aha. Tehát ezt nem csináljuk meg újra és újra, viszont... Ilyen kristálygömbből szebb jövő kialakulását esetleg? Igen, a kristálygömböm az egy aventurin kvarc, ami külföldről érkezett velem együtt haza. Dominik, ne 11 néhány évvel ezelőtt. Isten, de ciki vagy. És elsősorban dekorációnak használom. Aha, tehát akkor ez csak szép.
Igen. Én nem leszek olyan, mint a többi ember, úgyhogy én így az első ötöt így le is emelném. Na nézzük. A halál. Hú, de jó kártyák. A torony. Az akasztott. A kísértés. Az erő. Na, ezzel tudok azonosulni. Az szerintem erővel. A többivel is fogsz tudni. Ugyanis ez az öt lap nagyon egyértelműen és egy kicsit velőtrázóan azt üzeni számodra, hogy egyszerűen nem tudsz túllépni. Egy haragot táplálsz, egy dű van benned, egy vége láthatatlan morgás van benned ezzel kapcsolatban, mint ahogy most is gyakorlatilag haragszol Karolára, akivel tulajdonképpen nem is volt semmiféle konkrét viszonyod, konkrét kapcsolatod, haragszol a virágra. És emlékszel, hogy azt mondtam neked, hogy az ideológiával van a gond, és meg kéne változtatni egy picit a gondolkodásodat? Uh-huh. Tehát ahhoz jogod van, hogy ne higgy nekem. Uh-huh. Ahhoz is jogod van, hogy elhidd azt, amit mondok. Uh-huh. Tekints erre az egészre ne jóslatként, hanem inkább valamiféle útmutatásként. Viszlát! Hú, fogadjunk, hogy tiszta ideg leszel. Előre megjósolom neked. Ez most komoly. Nem tetszik? Elhosszad tőle a gömböt. Hát... De ez meg hülye vagy? Fogadni merek, hogy ezt nem látta előre. Na? Vidd vissza! De vagy vissza, de vidd vissza! De mennyire komoly, már ne fárasszál. Az akarod. Vidd vissza tett. Én! Vigyed már! Figyelj, szerintem azért tök sok olyan dolgot mondott, amiben lehet valami. Hát mondott egy-két dolgot, de most aztán... Teljesen közhelyes volt igazából az egész. Annyira azért nem volt vész. Szerintem tök jó volt. Ki az? Karola. Hangos is meg. Szia! Szia, Bicsi! Hát semmi. Várjál, olyan rosszul hallak. Mi a baj? Nem tudom, csak nagyon megfáztam hallani. Nem tudom mikor. Velem állandóan érdekesek történnek, és gondoltam, hogy megkérdezem, hogyha esetleg átugranál egy kis neocitránnal, mert nincs erőm lemenni. Persze, figyelj, megoldom. Megoldom. De létszél a mézessel, vagy valami. Okés, megoldom. Viszem. Na. Csomó ősi szokásban van olyan, hogy bedobod egy folyóba és elviszi a rosszat, rossz emlékeket, minden. És már ez nagyon sok rossz. Ember tömeg kaptad, hogy... Ez nem egy jó választás volt, úgyhogy... Nem már. Gyerünk. Nem vagyok még benne annyira biztos az a helyzet. Bence, de nem reagálom túl. Hadd búcsúzzak már el tőle. Jó, búcsúzz el tőle. Emlékszem, amikor megvettem is a kasszánál, szembesültem az árral. Hát veled vettem meg. Én már akkor mondtam, hogy ne vedd meg, de mindegy. Ezt vettem fel, amikor Rebekával először randiztunk. Csodálom, hogy egy ilyen tárgyat nem lehet hozzákötni egy ilyen dologhoz, hogy ennyire kötődni hozzá. Csak egy nadrág. Búcsúzz már el tőle. Elbúcsúztam. Egy csúnya nadrág. Na, dob ki. Búcsúzz már el tőle te is. De ezek mik? Hát... Jó, várjátok, kicsit felszívom magam, és akkor tényleg betobom. Na. 3, 2. Na. 1. Biztos ez? Hallod, dobjad már, gyerünk. Na. Sikerült mozdulat volt. Köszönöm. Nem kár érte. Azt hiszem, hogy megbántam. De miért? Jól nézd viszi. Meg, milyen szépen úszik. Elviszi. Elmerült. Kész. És? Ennyi. Már nem látom. Rebekával hallottam, amikor beszélhetetek, úgyhogy gondoltam, azok helyette neked gyümölcsöket, meg van itt tea, vagy nem is tudom, gyógyszer, úgyhogy... Ja, gondoltam. Nem hittem volna, hogy... Oh. Nem hittem volna, hogy a múltkörét még. Meg dumálni fogsz velem? Most azért gondoltam, hogy kedveskedek ennyivel legalább, úgyhogy... Nem fázol, nem jössz be? Nem, megyek is, csak annyit szerettem volna, úgyhogy... Köszönöm. Gyógyulgassál. Szia. Ja, jó van.
megértem. Néha, ja, majd dumálunk. Oké. Okay. Menj benne, hogy megfáz még jó, ennél is jobban. Te is vigyázz magadra már. Vigyázok. Szia. Szia. Csongikám, tessék, nézd körbe! Enyém a Tisza, vagy mi ez, Duna, úgyhogy enyém a világ. Azt hiszem, hogy csak te tudsz ilyen videókat csinálni, de nem, mert tök egyedül vagyok, így is enyém mit a világ. Kamuzol? Na, mit kamuzol? Mit kamuzol? Itt vannak ők. Nem is. Igaz, tessék, mert hogy itt vagyunk. Vannak ők is. Várjátok egy picit, várjátok egy picit. Igen. Igen, tessék. Igen, perc, egy 20 perc. Egy 20 perc, jó. Rendben, köszönjük szépen. Szóval. Na? Bejött az első broda felkérés. Hagyjam már. 20 perc múlva. Hát akkor jó. Na figyelj, ezt gyorsan tudjuk le, így is kicsit megcsúszni. Jó, lazán, hagyjátok, én beszélek, aztán lesz pénzgumit. Itt mit csinálni? Tárgyalni fogok, haver. Arra kérek, hagyjátok, hogy én beszéljek, jó? Én beszélek, többit lesz majd. Lesz pénz gumicukorra. Lesz pénz gumicukorra. Na jó. Ja, Andreas meg ne beszéljen. Tehát értem, hogy bele akarsz szállni a broda menedzsmentjébe, de ez most a nagyok terebe, a kopogjába. Megveszem őket kilóra. Aha, persze. Figyelj. Szia, Dezső Bence, sziasztok. Nagyon örvendek. Gyertek, megjebb. Hello. Csáó. Szia. Andrea. Sziasztok. Hello. Hello. Ne arra, hogy itt ne forgassatok. Köszönöm szépen. Szervusztok. Szervusztok.